Bilincsben hozzák a rendőrök Szepesi Zsoltot. A volt monaki polgármester előzetes letartóztatásáról zárt ajtók mögött döntöttek. Szepesi ellen januárban kezdtek nyomozni csalás gyanúja miatt. A monaki képviselőtestület még 2010-ben döntött úgy, hogy állandó lakcímként bejegyzik Kossuth Lajos szülőházát azoknak a határon túli magyaroknak, akik állampolgárságot igényelnek. Szepesi akkor azt mondta, ez nemzeti kérdés. Akik a határon túl élnek, és ugyanolyan magyarok, mint mi, végre kéne értük tenni valamit. A gyanú szerint Szepesi a szívességért cserébe pénzt is kért. A nyíregyházi törvényszék azt közölte, a település volt polgármestere, élettársa és fia. 2013-ban 600 ukrán állampolgárnak segített könnyített eljárásban magyar állampolgárságot szerezni, fejenként 1000 euróért. Összesen 200 millió forintot szerezhettek így, ráadásul időnként hamis átvételi elismervényekkel próbálták igazolni, hogy az eljárás már megindult. A nyomozás befolyással üzérkedés és magánokirat hamisítás miatt folyik jelenleg. A bíró elrendelte Szepesi előzetes letartóztatását az ügyvédje szerint vitatható indokkal. Ha eddig nem szökött vagy rejtőzött el a vérrendszem, és semmiféle tanúk befolyása sem történt, akkor hol ez a megalapozottsága az előzetes letartóztatásnak, ezt nem tudom. Szepesi szerint nem igaz, amivel gyanúsítják. Én azt gondolom, ez a döntés számomra elfogadhatatlan, mint annyiszor már a pályám során koholt várakat találtak ki, de ugyanúgy, mint korábban, ebből se lesz semmi gondom. Szepesi Zsolt már évekkel ezelőtt még monok polgármestereként is bekerült a hírekbe. Először azzal, hogy bevezette, a szociális segélyért közmunkát kell végezni. Később azt is megszabta, mire költhetik a segélyt, amelyet kártyán folyósítottak a rászorulóknak. 2014-ben már az országgyűlési választásokon indult az Összefogás párt elnökeként, de nem került be a parlamentbe. Legutóbb pedig éppen az ő népszavazási kérelme miatt nem bírálta el a Nemzeti Választási Bizottság a többi, kötelező vasárnapi zárvatartás témájában indított népszavazási kezdeményezést.